Az elmúlt hétvégén 22 hazai egyesület és 3 Debrecenben edzőtáborozó francia klub összesen 346 versenyzője állt rajtkőre a hajdúsági városban a Hajós Alfréd Kupa idei első versenyén. A három állomásból álló utánpótlás sorozat nyitó rendezvényén a nyíregyháziak 30 úszóval képviselték magukat. Közülük 16-an állhattak dobogóra, a csapat 33 éremmel tért haza a viadalról. A legeredményesebbnek Serfarvi Olaf és Kovács Péter bizonyult 4-4 aranyéremmel, Stuhár Jászmin pedig 3 aranyat és 1 bronzot szerzett a debreceni sportuszodában. Ez egy idénykezdeti verseny volt, felmérő verseny. Ahhoz képest nagyon jól szerepeltek a gyerekek, nagyon sok egyéni csúcsot értek el, úgyhogy meg vagyunk elégedve a teljesítményükkel. Felkészülési verseny több lesz még, de áprilistól megkezdődnek a bajnokságok. Először a felnőtt bajnokság, egy hónapra ifjúsági, majd a serdülő, aztán a gyermek és a cápa, amin minden versenyen részt fogunk venni a szakosztályi versenyzőivel. Debrecenben nem tudott rajtkőre állni Hadházi Dóra. A győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra készülő versenyzőnek több hetet ki kell hagyni a sérülés miatt. Hadházi Dóri sajnos eltört a lábát egy testmérés során, hogy ő benne volt az EIOF válogatottba, az Európai Olimpiai Játékok válogatottjába. 100 pillangon, 200 pillangon is a váltóba indult volna, de reméljük, hogy indul is, miután felgyógyult, reméljük, hogy fel tud készülni még arra a versenyre. A fiatal nyíregyházi úszók legközelebb hazai környezetben állnak rajtkőre a Szabolcs túrsorozat szombati versenyén a Sóstói úszodában.